Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában. Olvasható a Zsoltárok könyvének 34. fejezetében. A 15. vers közepe lett az idei Arszakra fesztivál mottója, keresd a békét. A kultúrában, a művészetben, a Szentírásban, a mindennapokban. Ebben segíti a látogatót a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület művészeinek kiállítása, a Méltóság napja templomban. A kiállításon szokás szerint most is a képzőművészet különböző ágai jelennek meg. Látható festmény, fotó, plasztika, grafika, kollázs, textilmunka, figuratív és absztrakt ábrázolások. 19 alkotó, akik más-más módon asszociáltak a bibliai idézetre. Békéért dolgozni kell. Tehát az nem olyan egyszerű, hogy én kimondom a varázsszót, hogy békesség, és akkor onnantól kezdve egy csapásra minden megoldódik. Mert igen, lehetnek olyan szituációk, amikor békétlenség van a lelkemben, mert mondjuk méltatlanul belém rúgtak, vagy bántottak. És hát Jézus sem azt mondja, hogy legyetek bolondok, hanem törekedjetek arra, hogy akivel lehet, azzal békességben éljetek. De ez nem azt jelenti, hogy becsukom a szemem, nem nézek szét a világban, és én csak reggeltől estig azt mondogatom, hogy béke, béke, béke. Nem lehet úgy békét kötni, hogy az ember fejénél fegyver van, és a másik diktál. Akkor lehet békét kötni, hogyha egyenlő félként tárgyalunk egymással. És ami azt kérdezte, hogy mi az, amit üzen a Szentírás. Isten soha nem él vissza a hatalmával, hanem egyenlő félként tárgyal velünk, és amikor ő azt mondja, hogy legyen béke, akkor ő ezt komolyan gondolja, akkor önmagát korlátozza a tekintetben, hogy nem azt kapjuk, amit érdemlünk, hanem megteremtette annak a lehetőségét, hogy az embernek a lelkében békesség legyen. Ezért Isten fizetett drága árat, és nem mi fizettük meg ennek az árat. Most valami ilyesmi a békesség, hogy annak ára van, és hogy kinek kell ezt megfizetni, ez adott szituációnak a függvénye, de vannak egyértelmű dolgok, amikor nem lehet békességet kiáltani, amikor azt látja az ember, hogy a másik fejénél pisztoly van, megalázták, olyan helyzetbe hozták, amely méltatlan egy emberhez, vagy egy néphez, akkor nem szabad azt mondani, hogy ebben a szituációban most az a megoldás, hogy békességet kell kötni, ahhoz egyenlő félként kell tárgyalni, hogy a békesség eljöhessen. A béke, a békétlenség, a háború, a megbékélés nem távoli elvont fogalmak, hanem aktuális, közeli hétköznapi téma ma Európában. Érinti az átlagembert, a hajléktalant és a gazdagot, a művészt vagy a gazdasági politikai vezetőket egyaránt. Ha az országban nincs béke, hogyha ellentáborok épülnek ki, ha árkokat ásunk egymásnak, ott igenis mindenkor az adott vezetőknek, legyen az egy kis település, legyen az ország, vagy akár egy kontinens is, ott komoly felelősség van. És hogyha ezek a vezetők átérzik ezt a
az Artsakhra keresd a békét gondolatát, akkor nekik minden napjaikban ez a feladatuk, hogy ezt keressék, és így éljenek, így dolgozzanak, és erre neveljék azokat, akik a környezetükben komoly feladatokat látnak el. A Kispesti Helikon Kulturális Egyesület művészei, meg annyi reflektív, kreatív, érzékeny alkotó ember, félelmeiket, reményeiket, védtelenségüket, emlékeiket és természetesen békészségüket, békességüket fogalmazták meg munkáikban. Mi azért ezt a Keresd a békét festői szemmel, tehát művész szemmel jártuk körbe, ami hát, mint mondtam, ez egy két szó, keresd és a béke, egy ige és egy főnév. Ennél fogva ott vannak azok a lehetőségek, hogy hol is tudjuk keresni mi ezt a békét. Ezt mi tudjuk a családban, tudjuk a játszótéren, az életben, magunkban és a külvilágban keresni. És gyakorlatilag ennek a kiállításnak az az üzenete, hogy a béket milyen sokféle helyen lehet keresni és megtalálni, és magát a háborúságot mutatja fel ellenpéldaként, hogy miért kell keresni ezt a békét. A béke értéke a legtöbb ember számára a háborúban, a háború árnyékában érezhető, miként az egészségi a betegségben, a közösségi a magányban. Közösen szoktuk rendezni, tehát a tagok 5-6-an eljövünk, és akkor együtt rendezzük a kiállítást, keressük a helyét azoknak a képeknek, hogy melyik hogyan tud reflektálni a másikkal, hogyan tudja erősíteni, nyilván az határozza meg, hogy melyik mű hova kerül. Ez egy rendkívül jó helyszín egyébként, mert nagyon tagolt felületek vannak, és ezért külön is, egyben is tudnak a művek megszólalni, egymással tudnak párbeszédbe kerülni. Szeretünk itt kiállítani. A Méltóság Napja templom szakrális tere befogad, elfogad és felemel. Nem csak a művekkel, de a látogatóval is ezt teszi. Érdemes a kiállítást megnézni, az egyes művek előtt perceket eltölteni, hogy a békességet megteremthessük önmagunkban és környezetünkben. Törekedni kell a másik ember békességének elérésére, és hát Jézus pedig azt mondja a boldog mondásokban, hogy boldogok azok, akik a békességre igyekeznek. Igyekezni kell rá. Way back in ancient times, he killed about 1,000.
to run.